Kezdődik a Happy Day, a Hit Rádió napi hitéleti válogatása. Hallhatóvá tesszük a halhatatlant. Happy Day! Oh, happy day. Itt vallás, megvallás. Mondjuk ki közösen Isten igéjét most a Hit Rádióban. Mert mondjuk közösen, hogy hiszem, hogy Jézus Krisztus sebeiben meggyógyultam. Aki a bűneimet testében vitte fel a Golgotai keresztfára, és odaszegeztette, és az ő vérét kiontotta, hogy a vére által eltörölje a bűneimet, és megszabadítson engemet a bűnösségemtől, a bűnnek az uralmától, és a vérébe vetett hit által az Istennek az igazságát nekem tulajdonítsa. Én elfogadom a názáreti Jézus Krisztust Isten igazságának. Hiszem, hogy ő az út, és ő az igazság. Ő az út az Atyához, és senki nem mehet az Atyához, csak ő általa. Mert nem adatott más név az ég alatt, amelyben az embereknek üdvössége van, hanem csak a názáreti Jézus Krisztus neve. Megvan írva, hogy aki ezt a nevet segítségül hívja, az megszabadul. És hiszek Jézus nevében, hiszek a Jézus nevének a hatalmában és erejében, hogy a vízkerességben ezt a nevet rám helyezte Isten, és ennek a névnek a hordozója vagyok, hogy használjam ezt a nevet az ellenség minden erejével szemben. És hiszem, hogy Jézus Krisztus az igazság. És ennek a bizonysága, hogy föltámadott a harmadik napon a halálból, és megoldotta a halálnak a láncait, és világosságra hozta az emberek számára a halhatatlan, romolhatatlan életet. Ezért megvan írva, hogy aki hisz ő benne, az által ment a halálból az életre. Én hiszek Jézus Krisztusban, hogy meghalt az én bűneimért, és hiszem, hogy a harmadik napon föltámadott a halálból az én meggazulásomra. És ezért Isten meggazított gyermeke vagyok. És nincsen imár semmi kárhoztatásom, mert Krisztus Jézusban vagyok, és nem test szerint járok, hanem szellem szerint. Mert Jézus Krisztus életének szellemi törvénye megszabadított engemet a bűnnek és a halálnak az uralma alól. Ezért, mivel áronvétet tettem meg Jézus vére által, dicsérem őt testemmel, lelkemmel, szellememmel, most és mindörökké. Amen. Halleluja. Olvasd velünk a Bibliát ma is! Következik a Szentírás egyszerű fordítása Diószegi Dávid tolmácsolásában. Eszter könyve, harmadik rész. Történt ezek után, hogy Ahasvérós király magas tisztségre emelte az agági Hámánt, Hammeddátá fiát. Magasabb rangot és nagyobb felhatalmazást adott neki, mint az összes többi előkelő vezetőnek. Azt is megparancsolta, hogy Hámán előtt hajoljon meg a király minden szolgája. A király udvarában minden tisztségviselő valóban letérdelt és meghajolt Hámán előtt, egyetlen kivétellel. Márdokeus nem akart sem meghajolni, sem leborulni Hámán előtt. A királyi tisztviselők kérdőre vonták emiatt. Te miért nem engedelmeskedsz a király parancsának? Kérdezték tőle. Ez naponta megismétlődött, de Márdokeus továbbra sem hallgatott rájuk. Végül az udvari emberek jelentették ezt Hámánnak. Szerették volna látni, hogy Márdokeus, aki elmondta nekik, hogy zsidó származású, tudja-e igazolni a viselkedését Hámán előtt. Hámán szörnyű haragra lobbant, amikor látta,
hogy Márdokeus valóban nem térdel le, és nem borul le előtte. Meg akarta öletni Márdokeust, de mikor megtudta róla, hogy zsidó származású, még tovább ment. Elhatározta, hogy Márdokeussal együtt annak egész népét is kiirtja a királybirodalmának teljes területéről. Sorsvetéssel akarta megállapítani, hogy terve végrehajtására melyik a legkedvezőbb nap és hónap. Így hát Hámán jelenlétében elvégezték a sorsvetést, vagyis a púrt, és az a 12. Adár hónap egyik napját jelölte ki. Mindez Ahasvérós király uralkodásának 12. évében, az első Niszán hónapban történt. Azután Hámán ezt mondta a királynak. Van egy nép, amely elszórtan és elkülönülten él birodalmad minden tartományában. Különleges törvényeik és szokásaik eltérnek minden más népétől. A király törvényeinek sem engedelmeskednek, ezért hasznosabb lenne megszabadulni tőlük. Ha a király is úgy látja jónak, adjon ki rendeletet, hogy ezt a népet pusztítsák el. Én pedig átadok 10 000 talentum ezüstöt a kincstári tisztviselőknek, hogy helyezzék el a kincstárban. A király ekkor lehúzta ujjáról a birodalmi pecsétgyűrűt, és átadta az agági Hámánnak, Hameddátá fiának, a zsidók ellenségének. Csak tartsd meg az ezüstöt, azzal a néppel pedig tégy, amit akarsz, mondta neki. Az első hónap 13. napján összehívták a király írnokait. Hámán parancsa szerint megírták a leveleket a király kormányzóinak, a tartományok helytartóinak, a népek vezetőinek, a birodalom minden egyes tartományának megfelelő nyelveken. A rendeletet Ahasvérós király nevében írták, és az ő gyűrűjével pecsételték le. Azután futárok vitték szét a király parancsolatát a birodalom minden tartományába. Eszerint a 12. Adár hónap 13. napján meg kell ölni, el kell pusztítani, és meg kell semmisíteni a tartományban kivétel nélkül minden zsidót. Öregeket és fiatalokat, gyermekeket és asszonyokat egyaránt. A megöltek összes vagyona pedig szabad prédának számít, amelyet bárki elvehet. Ezt a királyi parancsot törvényként hirdették ki minden tartományban, és tudatták minden néppel, hogy készüljenek fel arra a napra. A futárok sietve útnak indultak, és a törvényt Súsán városában is kihirdették. A király és Hámán leültek inni, de a város lakossága felháborodott, zavar és félelem támadt. 4. rész. Amikor Márdokeus megtudta, mi történt, megszaggatta ruháit, zsákruhát vett magára, és a fejére hamut szórt. Kiment a város utcáira és tereire, keservesen jajveszékelt és kiáltozott. Így ment a király palotáig, de ott megállt a kapu előtt, mert a király kapuján senki sem léphetett be zsákban és hamuban. A tartományokban, ahová csak eljutott a király rendelete, a zsidók mindenütt gyászolni kezdtek. Jajgattak és sírtak, böjtöltek, sokan zsákruhába öltöztek és hamut szórtak a fejükre. Amikor a szolgái és a három őrök jelentették Eszternek, hogy Márdokeus zsákban és hamuban gyászol, a királyné nagyon elszomorodott. Azonnal ruhákat küldett Márdokeusnak, hogy azokba öltöztessék fel, a zsákruhát pedig vesse le, de Márdokeus nem akarta elfogadni. Akkor Eszter hivatta Hatákot, azt a három őrt, aki az ő személyes szolgálatára volt rendelve, és kiküldte Márdokeushoz, hogy tudja meg tőle, mi történt vele, és miért gyászol. Haták ki is ment a palota előtti térre, ahol Márdokeus mindent elmondott neki, még azt is, hogy Hámán mekkora összeget ígért a királynak a zsidók elpusztításáért cserébe. Átadta Hatáknak a zsidók elpusztításáról szóló királyi rendelet másolatát is, amelyet Súsán városában már kihirdettek, hogy mutassa meg Eszternek. Megüzente, hogy Eszter sürgősen menjen a királyhoz, könyörögjön a zsidókért, és kérjen kegyelmet népe számára. Haták visszatért Eszterhez, és átadta Márdokeus üzenetét. Eszter pedig meghagyta Hatáknak, hogy ezt a választ vigye Márdokeusnak. A király minden szolgája és a tartományok összes népe tudja, hogy aki hivatlanul merészel a királyhoz bemenni a belső udvarba, azt kivégzik. Ez a törvény mindenkire vonatkozik, kivéve azt, akire a király kinyújtja aranypálcáját, az élve marad. Engem pedig a király már 30 napja nem hivatott. Amikor Haták ezt elmondta Márdokeusnak, ő ezt üzente vissza Eszternek. Ne gondold, hogy csak azért, mert a palotában élsz, megmenekülhetsz a haláltól, amikor az összes zsidót megölik. Ha most hallgatsz, a zsidók számára majd máshonnan támad szabadulás és menekülés. Te azonban el fogsz pusztulni apád családjával együtt.
De gondolj csak meg, talán éppen azért lett belőled királyné, hogy ebben a veszedelmes időben helytállj. Erre Eszter a következő választ küldte. Ám legyen, menj, gyűjts össze minden zsidót, akit Súsán városában találsz. Böjtöljetek értem. 3 nap, 3 éjjel ne egyetek, ne igyatok semmit. Én magam és a szolgálóim is ugyanígy fogunk böjtölni. Azután, bár ez ellenkezik a törvénnyel, mégis bemegyek a királyhoz, és ha meg kell halnom, hát meghalok. Akkor Márdokeus elment, és megtette, amit Eszter mondott. Következik Németh Sándor napi üzenete. És a házasság egy olyan bonyolult terület, hogy külön figyelmet igényel, hogy az ember észrevehesse és megértse, hogy milyen területen kell változnia. Ezen a területen, ismétlem, azért nem változnak meg az emberek, mert olyan erős a tradíció, és olyan erősek a rutin tevékenységek, hogy a legtöbb ember nem szembesül azzal, hogy ezen a területen radikális változásra szorul rá. Mert rosszak. Hát ha volt már élettársad, voltak szeretőid, voltak más házasságid megtérés előtt, akkor te azt nem folytatod el. Fontos, hogy lenullázd magadat, és mint a kisiskola az A betűnél elkezd tanulni azt, hogy mit mond Isten a házasságról. Mind addig, amíg nem tanulod meg, hogy Isten mit mond a házasságról, addig nagyon nagy esélye van annak, hogy ugyanazt a hibát el fogod követni, mint régen. De ha megtanulod, ezek példákból tudom alátámasztani, akkor azt mondja a Biblia a Joel prófétánál, hogy kipótolom azt, amit a szöcskő cserebogár hernyó tönkretett. Tehát nem csak kárpótlást ad az Úr, hanem annál sokkal többet ad neked az Úr, de ez az kell, ami a Joel proféta 2-ben van, hogy teljes szívéből az ember megtér. Tehát ezen a területen is nem régi módon akarja a családi életét megvalósítani, hanem Isten igényére akarja alapozni. Ne féljetek tehát ettől, mert csak az Isten az igét áldja meg. Az Isten igéjét követő embert áldja meg. Ne örülj annak csupán, az nem elégséges öröm, hogy a gyereked biológiailag egészséges, szépen néz ki, csinos, nézd a lelkét, nézd a szellemét, milyen állapotban van, azt fogja eldönteni. A jövő az nem a testben van, hanem a szívben van. Ha szíve jó, a szívének jó kincse van, akkor jó sorsa lesz. De a szívében rossz, sötétség van, vagy zavar van, akkor minden okod megvan arra, hogy harcolj a gyerekedért, küzdjél a gyerekedért az Úrban, kiálts az Úrhoz, hogy avatkozzon a gyerekednek az életébe be, adjon kegyelmet neki, változtassa meg a szívét, változtassa meg a természetét, mert a szívbe, ami benne van, az meghatározza a jövőt. De a testi emberek csak azt nézik, amíg a szemük előtt van. Szép a gyerek, fölnőtt, már 20 éves, kajak. Jó, kajakos fiú. Izmos, stb. Sportos. Nincs nekem ám a sporttal semmi bajom, csak nem akarom, hogy ilyen nagy egyensúly zavart hozzatok létre. Én szeretem a sportot, de az viszont azt mondom, hogy egy öngyilkosságot követnek el a keresztények, amikor nem figyelik az egyensúlyt. Hogy megvan-e az egyensúly? A test mozgás, a test építés és a szellemi dolgok között, és nyilván a szellemi dolgok az Úrral való kapcsolatnak van elsőbsége. Neked nem bajnokokat kell nevelned. Hol van megírva a Bibliában, hogy neked bajnokokat, meg élsportolókat kell nevelned? Neked elsősorban Isten félő keresztény ember kell nevelned. Ha ezt garantálod neki, és plusz még sportol és egészséges, rendben van. De ha nem garantálod neki számára, hogy Isten félő ember legyen belőle, nem adod meg neki azt, amire lenni kell, de lesz egy bajnok, és elhagyja az Urat, és pokolba fog kerülni, a számlánra is rá fogják terhelni. És hát ugye nem negatívan beszélek, hanem a tapasztalatból, realitásból beszélek, hogy azt látom, hogy
18-20 éves korig járnak, illetve amik kicsik a gyerekek az Úrban, aztán 18 éves kor után, érettségi után tünedeznek el az Úrból. Ki a felelős? Lehet a gyülekezetet hibáztatni, hát ez a divat, mindig a gyülekezetet hibáztatják, a társadalmat, a kormányt, a pásztorokat, de tudod, hogy ki a hibás? Fordítsd magad felé az ujjat. A gyerekedért te vagy a felelős. A gyerekedért nem a pedagógus felelős, nem az iskolaigazgató felelős, hanem te vagy a felelős. Valamivel több mint egy óra múlva már Honoluluban leszünk. Stewardessek, írtam hozzá az előttem fekvő jegyzethez. A legutóbbi konferencián 5 vagy 6 is jelen volt. Átolvastam a kézzel leírt oldalakat. Emberek felé való szolgálat. A világ minden pontján, mindenféle módon és mindenfajta embertípus felé. Ez vajon teljes képet ad a szövetségről? Mit is mondott Rose? Meséljünk egyetlen emberről és a benne lezajlott változásról. Igaza volt, a világ összes statisztikája sem képes leírni azt a csodát, ami egy ember szellemtől való újjászületésekor történik. De hol is kezdjem? Vagy hol fejezzem be? Mert abban a pillanatban, hogy befejezem George Otis, Walter Black, vagy éppen Ralph Hines tábornok mesébe illő történetének elmondását, már is kifutok az időből, és ki kell hagynom Jim Watt, Otto Kundert, vagy Don Luck legalább ugyanannyira lenyűgöző bizonyságát. Milliónyi történetünk van a szövetség keretein belül. Mindegyik egyformán csodálatos, ugyanakkor egyedi, és mégis. Mintha egy aranylánc fűzné egyiket a másikhoz. Összekapcsolódnak. Miért ne meséljek hát el egy ilyen történetet, ami ennek a véget nem érő láncreakciónak, ami maga a teljes evangéliumi üzletemberek szövetsége, az egyik ilyen láncszeme, epizódja. A 60-as évek elején jártunk, és egy péntek délelőtt felhívott egy fiatal ember, aki elmondta, hogy a szövetség egyik konferenciáján találkoztunk nemrégiben Oklahomában. Hangos könyv. Válogatás a karizmatikus klasszikus irodalom legjavából. Hangos könyv. Sakarian úr, kezdte a fiatal ember. Bárcsak tudna beszélni a nagybátyámmal, azt hiszem már készen áll arra, hogy megismerje az urat. Kiről van szó pontosan? Shannon Van Druff. A név valahonnan ismerősnek tűnt. Hol lakik? Megadott egy címet Downey egyik rendkívül előkelő negyedében. És mivel foglalkozik? Kérdeztem kissé idegesen. Építési vállalkozó. Hallott már a Cinderella Holmesról? Nos, az az ő cége. Hogy őszinte legyek, az első gondolatom az volt, hogy képtelen lennék valaha is beszélni vele. A környéken mindenki ismerte ezt a céget. Hatalmas vállalkozás volt. Minden esetre arra azért ígéretet tettem, hogy felhívom Shannon Van Druffot, és másnap szombaton meg is tettem. Táborról sem volt az a tolakodó típus, könnyű és kellemes beszélgető partnernek bizonyult. Az unoka öcsének igaza volt. Készen állt arra, hogy hallja az evangélium üzenetét. Ő és a felesége Veta még aznap estére meghívtak bennünket Rózzal a golfpályával is büszkélkedhető óriási házukba, majd egy későbbi alkalommal eljöttek velünk egy Phoenixben, Arizona államban rendezett konferenciára, ahol mindketten megkapták a Szent Szellem keresztséget. Ennél a pontnál egy újabb név kapcsolódott be a láncreakcióba. Dr. Ray Charles Jarman volt a pásztora annak a nagy gyülekezetnek a kaliforniai Southgate-ben, ahová a Van Druff házaspár 14 év óta járt. Dr. Jarman zseniális prédikátor volt, szolgálata alatt a gyülekezet 1 millió dollár értékű intézményén nőtte ki magát, az Isten tiszteletek helyszínéül szolgáló termet, párnázott székek, vastag szőnyegek, légkondicionáló és külföldről hozatott márvány szobrok tették impozánssá.
Dr. Jarmannak is volt rádió műsora a hét mindennapján, és ő volt a dél-kaliforniai intellektuális élet egyik hajtóereje. Volt azonban egy olyan téma, amiről Van Druffék sosem hallották prédikálni, ez pedig maga Jézus Krisztus személye volt. Sok jól képzett lelkészhez hasonlóan, már ő sem hitt régóta Jézus Krisztus isteni mi voltában, a csodákban, és más az úgynevezett tudományos kor előtt már létező felfogásokban. De lelkiismeretes pásztor volt, aki őszintén adni akart valami valóságosat a gyülekezetének. És 50 éven keresztül kereste ezt a megfoghatatlan valóságot. Vallástudományt tanult, kapcsolatba lépett az új gondolatmozgalommal, az ökumenizmussal, és foglalkozott a keresztény tudomány nevű irányzattal is. Mivel egyre üresebbnek érezte az életét, a keleti vallások felé fordult, és 3 évig többek között Paramahansa Yogananda keze alatt tanult. Később a rózsakeresztesekhez, majd pedig a teozófiához csatlakozott. 1961-ben, mielőtt a kábítószer használatot illegálisnak nyilvánították, befeküdt egy San Franciscó-i klinikára, ahol pénzért felfogadott egy ápolónőt, egy orvost és egy pszichiátert, hogy maradjanak vele egy 24 órás LSD kísérlet során. Ám a kísérlet az Istentől jövő kinyilatkoztatás helyett hónapokon keresztül visszatérő rémálmokat eredményezett. Shannon Van Druff kisebb hadjáratba kezdett annak érdekében, hogy meggyőzze Jarmant, vegyen részt a szövetség egyik találkozóján. A nagy tudású lelkészt ez határozottan nem érdekelte. Shannon közel 4 éven keresztül győzködte, míg végül Jarman már látni sem bírta Van Druffot. Végül egy közös barátjuk meghívta Jarmant Van Druffékhoz egy olyan estére, melyet a keresztény zene és közösségépítés jegyében rendeztek. Dr. Jarman egy várrándítással elfogadta a meghívást. Mi veszteni valója van? Akár a tapasztalatszerzés egy újabb lehetőségeként is felfoghatja. És így 1965. augusztusában Ray Charles Jarman a gyülekezetéből 3 másik férfival elindult Van Druffékhoz, akiknek az óriási nappali a zsúfolásig megtelt, olyannyira, hogy alig lehetett ülőhelyet találni. Jarman észrevette, hogy ezek az emberek egyszerűen ragyognak, amitől összezavarodott. Ugyanakkor zavarta is. Ha egymaga jött volna, már kereket oldott volna. Telt az idő, és Jarman egyre kényelmetlenebbül érezte magát. Az emberek énekeltek, imádkoztak, a bizonyságokat a dicsőség az Úrnak felkiáltások követték, és Jarman azon tűnődött, mit szólnak mindehez a professzor barátai. Majd, úgy az est felénél, egyszer csak kinyílt a bejárati ajtó, és megjelent egy csontsovány nő. Olyan sovány, amilyet Jarman még életében nem látott, akit mindkét oldalról egy-egy férfi támogatott. Mély karikák ültek a szeme alatt, a ruha pedig úgy lógott rajta, mintha senki sem lenne alatta. A nő, a húgom, Florence volt. Jarman elszörnyedve figyelte, ahogy a két férfi szinte átcipelte a szobán, majd óvatos mozdulatokkal letette őt egy székre. 25 év telt el Florence autó balesete óta. És micsoda szolgálatot végzett ez alatt a negyed évszázad alatt. Gyakran énekelt Isten tiszteleteken és a szövetség találkozóin, miközben Róz zongorán vagy orgonán kísérte. Mondhatni széltében hosszában bejárta az országot. Most pedig, ahogyan abban a bizonyos álmában látta, haldoklott. A rák egyik ritka fajtája támadta meg a testét. Florence Shakarian Lalayan, szólította meg Shannon. Van elég erőd ahhoz, hogy énekelj nekünk? Megpróbálom, válaszolta Florence elmosolyodva.
Mindkét kezét a homlokára tette, és mivel nem volt hozzá ereje, így emelte fel a fejét. Majd énekelni kezdett. És ekkor Ray Jarman szembe találta magát azzal a valósággal, amit oly sokáig keresett. Opera rajongó révén korunk szinte valamennyi legnagyobb énekesét hallotta már. De ehhez foghatót még sosem hallottam, mondta nekem később. Amikor énekelt, olyan volt, mintha egy angyal állna a szobában. Florence megkért mindenkit, hogy kapcsolódjon be a Mi nagy vagy te című dal eléneklésébe. Ám az ő hangja a többieké felett szárnyalt egyre magasabban, mint a mezei pacsirta, míg nem Jarman úgy érezte, a menny kapujában áll. Oh, happy day! Best of Hit Rádió. Válogatás spirituális műsorainkból. Best of Hit Rádió. Anyák és lányok kapcsolatáról könyvek születtek, egy fél polcot, vagy hát nem tudom, hogy fél könyvtárat betöltene az irodalom erről egy könyvtárban. Ugyanakkor mi is tudjuk, hogy körülöttünk is élnek, mi nekünk is van anyukánk, ugye nőként, nekünk is vannak esetleg lányaink, nekem mondjuk pont nincs, de itt van velem a stúdióban Kulifai Mónika, akinek van, és ilyen minőségében is kérdeznélek, Mónika, először is köszöntelek. Én is köszöntöm a hallgatókat, szia Kati. Hogy milyen külön különlegessége van egy anya-lánya kapcsolatnak? Először definíció. Minden szülő-gyerek kapcsolatnak van különlegessége, de tényleg most erre irányítva itt a figyelmünket. Sok-sok minden történik egy anya-lánya kapcsolatban, és sok-sok mindenre nem számolunk, és ha nem számolunk vele, akkor sokkal könnyebben hibázhatunk. Tehát a legjobb indulatú, legjobb hozzáállású szülő is tud ezen a területen hibázni, biztos én is sokat hibáztam. Bocsánat! Éteren keresztül. De az egyik, amit számolnunk kell, hogy a lányaink számára mi vagyunk egyfajta női modell vagy kép. Nem feltétlenül abban, hogy utánozni akarnak bennünket, de a nőségről, a felnőtt nőről mi vagyunk az első kép, akiket láthat. Hogy bánunk magunkkal, külsőleg, belsőleg. Tehát nem is az, hogy bánunk velük, hanem már eleve azt nézik, hogy mi hogy bánunk magunkkal. Így van. És ez egy, nem eldönt, hogy most jegyzetelni fog és ezt tanulja, hanem egyszerűen ez a modell, a tanulás modell után is történik. Tehát az egyik, amit felvet felelősségeket és kérdéseket ez az oldala. Egy másik oldala lehet, én ezt szolgálati tapasztalatból ismerem, hogyha már egy személyessel kezdtem, akkor azt mondom, hogy ez nem része személyes. A mi személyes kapcsolatunknak, egyfajta rivalizálás. Két nőről van szó, két nő között a rivalizálás, ez egy természetes jelenség. Fogalmazunk úgy, hogy egy összehasonlítás, és akkor nem feltétlenül az, hogy le akarom győzni másikat. Ilyen módon. Ez megjelenhet az anya részéről is, telnek az évek, változik a külseje, a megjelenése, megállapodik, bizonyos döntésekkel hát kapcsolatban beszűkülnek az, hogy milyen pályát választott, milyen munkát választott, milyen párt választott, stb. Ezek lezárott kérdések. A lánygyerekben, és megint most szűkítsük erre a figyelmet, de valóban tényleg a fiúgyerekekre is igaz ez, ott van előtte az a fajta viszont rivalizáló kérdésként is megfogalmazhatjuk ezt, hogy leszek-e olyan sikeres, mint az én apukám, anyukám. Leszek-e olyan elfogadott? Leszek-e olyan népszerű? Lányoknál csak fölmerülhet olyan szép, vagy olyan idézőjelbe csúnya, tehát hát ha még a külső vonatkozásában, igen, ahogy nővé válik, megint csak össze, egyre nőiesebb lesz, akkor is megjelennek ezek az összehasonlítások, tehát külsőben is, és lelki folyamatokban is találkozunk ezzel, igen. Tehát akkor egy modellséget jelent anyán lenni, akkor amit mondtál, hogy ahogy magammal bánok, ez mit akar, hogy tudod ezt kibontani?
Például a külsőnek az ápolása, karbantartása. Most abban az értelemben, hogy vagy túlzásba viszem, vagy alul teljesítek ezen a téren, fontos nekem, vagy nem fontos? Ezek a valódi kérdések. Van olyan felállás is, ahol azt mondja a lány, hogy biztos nem fogja úgy elhanyagolni magát ezen a területen, mint az édesanyja, és akkor esetleg túlfutja ezt a nagy smink, meg egy olyan nagyító alá helyezi a külsőt, ami talán az... És esetleg elkezdi kritizálni az anyukáját, mert azért nem tudom, hogy lányos anyaként ez felmerülhet. A rivalizálásnak ez az aspektusa, hogy valamelyik megértéseket... Maradjunk ott, hogy szolgálati helyzetekről beszélünk, jó? De együtt is tudok érezni velük nyilván, de felmerül. Találkoztam olyan lányjal, aki szégyeli az anyukáját. Hát ez rettenetes lehet. És ez rossz érzi. Mind a két félnek nagyon rossz érzi. De lehet olyan kedves, gondoskodó szeretet, amikor azt mondják, hogy anya, ez jól áll, vagy nem áll jól, és akkor ebbe tudok személyeset mondani, vagy felvállalok személyeset, hogy nekem segítség az lányomnak a visszajelzése, hogy most azt mondja, hogy valami jól áll, vagy nem kell megfogadnom, de egy női szem, egy női családtagnak a véleménye, tehát van ebben egy ilyen kedvesség is, és ő meg átélhetik azt, mert két lányom van, átélhetik azt, hogy valamivel hozzám tettek, és akkor, amikor már a felnőtt lányok az egyik mondja, hogy milyen étkezés tanácsol, mert az milyen jó, és a kondíciót hogy tartja a másik, egy szint aján. Ez meg egy kedves kapcsolat. Ez nem, ez a kedves. Egymás kedves. Felemelése. Igen. Tehát hogy lehet visszafordítani. Bocsánat, csak az, hogy az összehasonlítás lehet ilyen is, hogy felemelés, és nem csak egyfajta versengés. Igen. Ez a kedves oldala. Amit igen. Az előbb mondtál, az nem volt annyira kedves, igen. És mivel mind a két oldalnak rossz, azon melyik tud fordítani, ne ez a vitriolos hang nem maradjon meg, és ne ez a rossz hozzáállás a másikhoz. Nem csak növekszünk, hanem érik is az ember személyisége. Tehát tud, minél inkább mondjuk a fiatal felnőtt, minél konkrétabbá, stabilabbá válnak az identitás határai, akkor könnyebben tudja felvállalni a másságot az édesanyjában vagy az édesapjában, mert hiszen neki, hogy ki ő, az el tudja választani ettől. Addig, amíg nagyon összeolvad, hogy én a család része vagyok, és a család részeként nekem valahol fel kell vállalnom, hogy ilyen az anyukám, vagy ilyen az apukám, tehát amíg még ez a fajta egészséges leválás a szülőkről nem történt meg egyszerűen a személyiségfejlődés életkor miatt, addig jobban megszenvedik. Fiatal felnőtté válva, ahogy stabilizálódnak a saját identitásának a határai, ez könnyebben tudja kezelni. Tehát akkor ki kell várni? Nem ezt akarom mondani. Igen. Valóban nem ezt akarom mondani. A kiskorúság ideje alatt több lehetősége van a felnőttnek felismerni, leleplezni, tehát nem tudom, hogy miért vagyok bosszus, miért nem akarok anyuval együtt menni. A felnőtt ezt hamarabb meg tudja fogalmazni, hogy talán ez lehet az oka, vagy talán ez lehet a háttérben. És ilyen szempontból, hogyha ez valahogy tényleg felszínre kerül, felismerésre kerül, inspirálhatja a szülőt arra, hogy változzon. Tehát neki nem a lánya szerint, nem a sértődés, és nem a lánya ízlése szerint kell megváltoznia, viszont mondjuk az, hogy igényesebb legyen, jobban odafigyeljen, arra inspirálhatja egy lánygyerek. Akkor viszont jó, hogyha felnőtt, valóban felnőtt. Így van. Nagyon jó, amit mondasz, mert hogyha ilyen tinédzserkori rivalizálás szintjén ragad meg ez a kapcsolat, akkor abból senki nem jön ki jól. Igazán tehát ez jól. Két éretlen ember, az abból nem jön ki jól. Rendben van, még rengeteg kérdésem van, úgyhogy most egy kis levegővételnek zenét hallgatunk, de utána folytatjuk Mónikával a beszélgetést. Itt vagyunk még a zene után is, Kulifai Mónikával, lányok és anyák a téma. Egyrészt kitértél arra, hogy egy felnőttnek jó, hogyha felnőtt, és ezért jól kezeli esetleg a lánya felől érkező, akár negatív megjegyzéseket, akár kritikát, jogosat, jogtalant, de ő neki kell ezt a mi kiskorú helyre tenni. Van azonban olyan is, hogy nem tudom ez miből fakad, nyilván majd hát, ha te meg tudod mondani, hogy amikor az anyuka akarja valamiért megváltoztatni a lányát, most, hogy ez azért van, mert ő nem elég érett, és ő a lányába szeretné látni azt, hogy ami ő nem lehetett, vagy ő szégyeli esetleg, most ez lehet, hogy előszó a lányát. Tehát akkor megerősített, hogy van ilyen is. Sajnos van. Sajnos van ilyen is, és itt fontos az anyának átgondolni azt, hogy az ő beteljesületlen álmai és elképzelései, azok
terítékre kell, hogy kerüljenek. Az egyik szűrő arról és szól... És nem a gyerekkel. És nem a gyerek. Az egyik szűrő az, hogy lehettek olyan álmai és elképzelései, amik az idők során, amikről az idők során kiderült, hogy azok nem voltak átgondolt, nem voltak helyén való álmok. És ezt az ember felismeri, és lezárja. Milyen, mondj egy példát. Tehát vannak olyan álmok, hogy mindenképpen ő orvos szeretett volna lenni, mondjuk. De kiderül, hogy nem bírja a vért, nem bírja azt a fajta felelősség súlyt, ami egy sebészorvosé. Tehát tetszhet nekem X sorozatnak a sebészének a munkája, és az ami körülveszi, de az nem biztos, nem jelenti azt, látni, hogy nekem van erre adottságom, nem az enyém. Tehát ilyeneknek a felismerése. Illetve lehetnek olyan beteljesületlen vágyak, amik akár beteljesülhettek volna, de valamilyen ponton törést szenvedtek, és most már lefutott annak az ideje. Mondjuk egy sportkarrier megtört, vagy egy, tehát ami mehetett volna, de valami sérülés, vagy szóval valami külső ok miatt. És ezek az álmok, és ezek a frusztrációk gyakran úgy, nagyon rossz módon, úgy keresnek orvoslást, hogy majd a gyerekeim betöltik azt, amit én nem tudtam. A lány. És ez egy a lányok még érzékenyebbek talán ennek a fogadására. Másképpen működik nyilván, működnek a fiúk és a lány, de a lányok talán még érzékenyebbek abból a szempontból, hogy szeretnének megfelelni, szeretnének elismerést kapni. Tehát egy kényszerpályára sodornak gyerekeket sokszor. Tehát belemegy egy lány gyerek, mondjuk, mert azt látja, hogy akkor néznek rá elismerő tekintettel. De közben... Akkor elégedettek fele, akkor büszkék rá, igen. De közben belül érzi, hogy ez nem az ő pályája, és gondolom minél idősebb, most az idősebb ezt a kamaszkorra értem, tehát egyszerűen mondjuk 15-16 éves lesz, és érzi, hogy ez nem az ő pályája, és még mindig szeretne megfelelni, de már nagyon feszíti azt, hogy ez nem az ő élete. Ráadásul van egy kimondatlan elégedetlenség sokszor. Tegnap beszéltem egy olyan hölgyel, aki hát így több, tehát 10-15 év ezelőtti emlékeket is még sírva mesélt el, hogy milyen borzasztó volt neki, hogy nagyon intellektuális módon, de az anyukája kommunikálta felé az elégedetlenségét, az ő teljesítményével kapcsolatban, az ő külsejével kapcsolatban. Tett rá utalásokat, olyan megjegyzéseket, amit nem baj, hát így is lehet élni, meg nem, szóval borzasztó és ez dolgokat. Csak picike kis félmondatok, nem? Igen. És súlyos sebeket hagynak. Hát annyira igaz ez, hogy a szívbőségéből szól a száj, hogy azok az emberek is, akik nem akarják, tehát nagyon sokan nem akarják bántani a gyermekeiket, de nem figyelnek arra, hogy a szívükben nincs rend, például nem lepleznek le egy ilyen, vagy egy ilyen jövőképet. Akkor az technikával nem lehet. Azt a szívben át kell gondolni, és akkor fog megváltozni a beszéd. Tehát nem delegálhatja az ő álmát a gyerekének, és mondom, a lányok tényleg még nyitottabbak erre. De lehet olyan is, hogy vannak olyan különbségek, amikor már alakul az elhívása, hogy kinek mire lett ajándéka, akkor ezeknek az összemérése. Ez pedig részben egy igazságtalan, tehát egy olyan szemlélet általános a társadalomban sajnos, hogy vannak nagyon preferált vagy nagyon felemelt státuszú munkakörök, hivatások, és vannak olyanok, amik nincs meg a megfelelő megbecsültsége. Hát igen, és erről beszélgettünk pont fiatalok páraválasztása kapcsán, ezt próbáltuk boncolgatni. Hogy akkor, amikor mondjuk a lány egy olyan munkakörben gondolkodik, egy olyan területen szeretné továbbképezni magát, ami azt a nyílt elismerést, elfogadást, vagy a társadalmi presztízs szempontjából nem magas, összehasonlítva az anyukája munkájával, elhívásával, mert ez egy más szintű, itt átéli azt, hogy most neki is lesz munkája azzal, most már fiatal felnőtt korról beszélünk, lesz munkája azzal, hogy mit kezdjen ebben az összehasonlításban, társadalom felől, külső visszajelzések felől, az anyuka esetleges véleményét fel kell dolgoznia, és arra figyelni, hogy belül az ő szívében mi van, mire van indítatása. Ez a nagy megfelelési vágy azért a lányokban, ez nagyon akadályozza ezt, hogy ennyire függetlenítse magát, hiszen azért nem véletlen, hogy segítőtársnak van kitalálva, igen, ami azt jelenti, igen, hogy nagyon rá tud hangolódni egy másik személyre, és hát nyilván ennek már korábban is van jele, mielőtt még férjhez menne, csak akkor nem a párjára kapcsolódik rá ilyen módon, hanem valahogy ráhangolódik a szülők vagy esetleg tekintélyeknek. Vagy tekintélyeknek az elvárására, tehát hogy ez folyamatosan megvan egy lány gyerekben valószínűleg, ezt jól gondolom?
van ennek egy egészséges mértéke, ami, ahogy mondtad, a segítőtársi feladatkörre való alkalmasságunk hozott alapjai. De van olyan különbség is, amikor nyilván a családi szerkezettől is függhet ez, hogy a családban hogyan kommunikálnak, hogy kezelik, most a delegált álmok akár, vagy a versengés, szülők közötti versengés, hogy kinek sikeresebb a lánya, és itt meg megjelenik az anyáknak az érzékenysége is, tehát ebben a versenyhelyzetben másképp kommunikálnak, és másképp élik meg a szülők közötti versenyhelyzetet, mint az apák egymás között, tehát itt is megjelenik mondjam, a nőies. De most ez nyilván nem azt jelenti, hogy hát milyen terheket hoztunk magunkkal nőként, hanem inkább hogy lehet ezt okosan kezelni. Tehát itt például a lányok nevelésénél nagyon-nagyon fontos, hogy ez az egészséges, mértékű, segítőtársi elhívása való alkalmasság, készsége, gondolkodásmód, ez azt a határt ne lépje túl, hogy sodorhatóvá váljanak, hogy akár mint tárgyként tekintsenek magukra, akik felett, fejük felett tekintélyek döntenek pályaválasztás vonatkozásában, tovább tanulás vonatkozásában, tehát a felnőtt felelősségű döntéshozatalba meg kell erősíteni, és hogyha annyira alkalmazkodó és annyira szeretne megfelelni, akkor ezt kifejezetten nyírni kell. Hogyan? Ez most nem, a szirkanyírás jutott hirtelen szemben. Milyen ollóban lehet ezt nyírni? Egy csapda a szülők számára, hogyha egy gyerek nagyon-nagyon-nagyon nagy örömmel mindig engedelmes. És akkor megdicsérik, ő a jó kislány, akkor ő még jobb lesz, ő még jobban meg akar felelni. Ez azt a határt ne lépje át, hogy nem gondolkodik önállóan, nem tanul meg felelősen döntést hozni, és felelősséget vállalni a tetteiért. Tehát a nagyon készséges, nem minden lány ilyen, de vannak, akik szélsőségesen ilyenek, ott ezt a jó kislány státusz, gondoljuk mélyebben át, hogy ez a gyerek sodorhatóvá válhat, befolyásolhatóvá válhat, családon belül is, más kapcsolatrendszerekben is, és itt a családon belül azt tisztázom, hogy teljesen helyén való dolog, hogyha a szülei irányítását alapvetően elfogadja, de hogyha ez olyan módon gyakorolják a szülők, hogy nem az a cél, hogy ezt a drága kincset kibontsuk, és megnézzük, hogy mire kapott ajándékot, mi az ő elhívása, ki is ő volt a képen, tehát nem ebben segít a szülő, hanem meg akarja valami önmagának egy ilyen beteljesítetlen vágyát akarja megvalósítani benne. Tehát ez egy illegális lépés a szülők részéről. Tehát ha erre lenne igénye a gyereknek, olyan értelemben igénye, hogy ebbe az irányba lenne nagyon nyitott, hogy mondjátok meg, és én azt csinálom, akkor ezt nem szabad kiszolgálni. Hadd üljön le, és gondolkodjon, hogy mit is akar igazából, ha unatkozik, mivel akar foglalkozni, ha szakkört akar választani, akkor mivel akar foglalkozni, és akkor lehet erről gondolkodni, mert nyilván segít a szülő, hogy bizonyos terelésekkel, aminek van legitimitása, tehát van olyan pálya, ami lehet álmodozni róla, de nincsenek meg az alapjai, viszont azzal a szabadsággal együtt gondolkodva, hogy ő saját, tehát felnőtté váljon. Hogy felnőtté váljon. Segítőtárs felnőtt hölgy lesz. A férfiak felnőtt hölgyet szeretnének, feleségnek a normális férfiak. És ők sem csak egy ilyet, hogy mindenképpen alkalmazkodja, és mindig azt csinálja, amit mondanak neki, de hát semmi mást. Igen, semmiképpen nem. Tehát egy bölcs férfi nem ilyen feleséget keres. Még van egy nagyon fontos terület, a külső, erre fogunk visszatérni a zene után. Tehát már sok mindenről beszélgettünk itt Kolifai Mónikával, anyák-lányok viszonylatában. Van egy nagyon fontos kérdés, ami így szintén különbséget jelent valószínűleg a fiú gyerekekhez képest, ha már külseje mindenkinek van. Hála Istennek! Hála Istennek! És mindenkinek ápolni kell, akkor legyen az fiú vagy lány. Lányoknál nyilván valahogy így vagyunk teremtve, hogy mégiscsak ezek a szépségápolás, az ugye egy külön kategória, szépségápolni nem a férfiak szoktak, ők karbantartják magukat meg szépen, nem is tudom erre mi a helyes kifejezés, hát igényessé válnak, de jó, szépségápolás szó, az a nőkre vonatkozik. Tehát akkor mit kell a külsővel támogatni egy anyának a lányában? Én emelném ki, hogy azt a fajta elfogadást mindenképpen kommunikálja, ami egyen-egyenként mások vagyunk, különbözőek vagyunk, testfelépítésben, minden csak hogy nem ezzel a legyintéssel, amit az előbb említettél, hogy hát így is szép vagy. Semmiképpen nem. Azért használtam a különleges szót, hogy a nevelésben azt gondolom, hogyha a gyerek átélheti azt, hogy nem csak akkor, ha egyedüli gyerek, hanem ketten, hárman, négyen, öten, hatan vannak. De ő mégis egy különleges
egyedi személynek láthassa magát, nagyon-nagyon sok múlik a szülők. Mert hogy az, Isten úgy teremtett bennünket, hogy mindenkit külön-külön. Tehát, hogy ezt birtokba tudja venni, ez így tudjon, így gondolkodjon magáról, ez fontos kommunikálni. És hogyha ez az elfogadás megvan, tehát nem a legyintéssel, nem az ilyen áludvarias mondatokkal, vagy finomkodásokkal közben. Azt, hogy lány kérzi. Azonnal. Sőt, hát kamaszkorban nagyon-nagyon agyító, hogy szeretném tudni, hogy ki vagyok, milyen vagyok, elfogadható vagyok-e, akkor a visszajelzések különösen nagyító alatt vannak. Tehát ha addig nem vette volna vissza, akkor biztos érzelmezi, hogy mi az igaz beszéd, és mi nem. Tehát egyszerűen az ő személye, az ő valósága, az egy nagyon kedves érték a családban. Ez ne elmélet, hanem a szívből jön. Ezen a talajon lehet visszajelzést adni, hogy ha mondjuk nagyon-nagyon szeret éjjel-nappal édességet enni, akkor mi lehet a következménye? És erről lehet beszélni. És ez hogy lehet úgy, hogy ez ne váljon az érzékenységét olyan szinten sértővé, hogy mondjuk egy lány azt gondolja magáról, hogy akkor ő most már úgyse elfogadható, hiába mondták, hogy hiába próbálták ezt vetni belé, hogy te elfogadható vagy különleges, de egyszer csak elkezdik mondani neki, hogy hát nem kéne annyit enni, vagy többet kéne sportolni, vagy miért nem öltözöl föl rendesen. Ezek, hát biztos, hogy nem ezek, talán nem ilyen mondatokkal. Na, a külsővel kapcsolatban például most ott a tesújt emeltet ki egyik tényezőként. De talán ez egy fontos tényező. Nagyon a leglátványosabb, igen. A külső jegyek közül talán. Itt azt gondolom, hogy ami megáll, az az egészségességnek a normális érvcsomagja. Nekem ez jut eszembe. Honnan lehet azt tudni, hogy átlépi ezt az egészségeset? Egy fiatal legyen terhelhető, legyen teherbíró. Az ő életkorának megfelelő dinamikája legyen. Különbözőek vagyunk, de az, hogyha valaki nehezen mozdul, bonszolja magát, a szívével gond van, kapkodja a levegőt, elég sok túlsúlyos gyerek van Magyarországon. És a túlsúlyosságot a orvosi szempontból nem ott hozzák meg, hogy éppen mi az aktuális divat, vagy szépségideál az adott társadalmi korszakban, hanem egészség szempontjából, hogy mi az a testsúly, ami mellett az adott felépítésben ennek nem vagyok szakértője, de nyilván csontozat, meg mindenféle összetevőket vizsgálva, mi az a testsúly, ami ezt a szabadságot korlátozza. És ezekkel az érvekkel lehet végig, mert tényleg nyomja a szívet a túlsúly. Tényleg a légzőszerű. Mondjuk egy 16-17 éves lányt képzünk, vagy legyen csak mondjuk 14, mert nem tudom, hogy a te praxisodban ez hol kezdődik. Én nagyon sok ilyen történetet hallok, hogy egyszer csak elkezdne menni a lány, és lehet, hogy nem durva megjegyzést kapott, csak valahogy nem találták el. Tehát, hogy mit tanácsolnál szülőknek, hogy lehet ezt eltalálni, mert valóban fontos, hogy egészséges legyen, fontos, hogy terhelhető legyen, mozgékony legyen. Hát most egy fiatal miért nem mozogjon örömmel, akármilyen sportba, akármilyen rendszerességgel, de mégis néha ez visszaüt. Megint szerintem azon csúszik el, hogyha az anya szívében ott van egy elégedetlenség, akár szégyen, akár elégedetlenség, akkor akármilyen szavakba csomagolja, az fog átmenni. De hogyha csak a védelem a célja, most az egészségvédelemről beszélek, nekem több olyan ismerősen van, akikre a szépségideálban aktuális korszak szépségideálban gondolkodó emberek azt mondanák, hogy túlsúlyos, de egy nagyon jól terhelhető, nagyon vidám, nagyon örömteli. Tehát az én ismeretségi körömben az úgynevezett piknikus alkatú hölgyek, azok vidámak, örömteliek, terhelhetőek. Tehát nem erről, nem a ilyen értelme, nem a kilókról szól. És nem de van egy szépség, akkor az nem ilyen, ilyen módon nem szép, mert az életvidámság, több az ismerségünk, több van, aki örömmel teli, és inkább piknikus alkatú, mint a vékonyak közötti örömteli. Ez valamiért, nem tudom, miért van így. Tehát nem erre gondolok, hanem arra ami terheti. Tehát, hogyha a szívben ott van az elfogadás, akkor ez tényleg csak egészségvédelem lesz, és nem más. Viszont vannak a lányok, akik reagálnak, például azzal, hogy jó indulatú, jó szándékból való, legalábbis saját megítélése szerint mondjuk az anyuka ilyen szándékból szól, de mondjuk én láttam olyat, hogy a lány mégis önértékelési zavarral küzd, akkor ezek után nem nagyon lehet azzal takarozni, de én csak jót akartam, hogyha a gyümölcs az, hogy a gyerek meg nem elégedett magával. Most az az érdekes, bár nem vagyok klinikai pszichológus, de hallottam arról, hogy az anorexia, tehát ez a korosz soványság és ez az erős fogyási szándék mögött
nagyon mély okok vannak. Igen. Megszoktak ott ragadni, hogy hát azért, mert szeretné, hogyha jobban tetszene a környezetének, vagy azért, mert szeretne a szépségideálhoz hasonlítani. De azokról a tényezőkről kevesebbet beszélünk, ami most témánk is, hogy ha egy anyuka ilyen frusztrált módon akarja kontrollálni a gyerekét, a lázadásnak az egyedüli eszköze az, hogy én fogom kontrollálni a tesójomat, és akkor is, amikor te már nem szeretnéd. Fegyver. Ó, ez nagyon rémesen hangzik. Fegyverként használják. Most egy statisztikai nem tudom, és akkor megmarad a megfelelési vágy, hiszen nem mondott nemet, igen, de a szervezetét elkezdi tönkretenni. Igen. Tehát egy kontrollási vágy. Tehát a anorexiás betegek sorstörténetében nem ritka az anyalánya rendezetlen kapcsolat. Ez van leuralás, vagy különböző ellenfogadás, különböző okai lehetnek, de az anyalánya kapcsolatban van egy olyan torzulás, ami miatt egy kontrollterületet keres. Mondj egy mondatot, hogy mit csinálhat ilyenkor egy tínédzser lány, mikor ezt érzi, és még nem alakult ki a személyisége, nem fiatal felnőtt, de ez viszont, amit most említettél, ez olyan szinten veszélyes, amit nem lehet megengedni, nem várhatjuk meg, amíg fiatal felnőtt lesz, hiszen ez egy nagyon komoly tünet. Mit tud tenni egy lány, hogy visszafordítsa, hogyan szólhat az anyukájának, hogy neki ez sok, nem kell ennyire rámenni az ő külsejére? Én azt gondolom, hogy ez nem egy tiszteletlenség, hogyha erre reagál. Nyilván ehhez már el kell tudnia választani. Tehát helyén kell értelmezni azt a helyzetet, amiben van. De hogyha azt emeljük ki ebből, hogy szólhat vagy nem szólhat, igen, szólhat. Mondta, figyelj, nekem ez rosszul esik, át fogom gondolni, amit mondasz, de ez nekem nem segítség. És ezzel párhuzamosan nyilván akkor tud egyáltalán erre a pontra eljutni, vagy tovább lépni, hogyha a belső önértékelése egészséges módon épül fel, tehát hogy függetlenedik. Ez meg hogy lehet? Kamaszkorban gondolkodik magáról, ki vagyok én, mi vagyok én, mik az igazi értékek, és itt, ha már az azonosul benne, hogy bántja az, ami történik vele, akkor érdemes valaki mást is választani, akitől visszajelzést kér, mert még keres, tehát még belül a nagy válaszokat nem tudja megragadni, tehát hogyha most egy ilyen 13-18 közötti különböző tempóba érnek a fiatalok, de azért ez még mindenképpen még nagyon-nagyon fiatal kor. Tehát ha érzem, hogy valami nagyon bánt, akkor én kereshetek erre kontrollt. Most olyan értelemben kontrollt. És szerencsére a gyülekezetben rengeteg kapcsolatunk van. Így van. De akár jó kapcsolatokban a barátnőszülei, vagy szolgálat, vagy a ifjúsági szolgálat, tehát hogy valaki más véleményével össze tudja mérni annak a tekintélynek a véleményét. És akkor tekintély, nem kell kilépnem abból, hogy meg akarok felelni, hiszen azért ez lehet. Hát mert a tanulásnak még része az, most nem a megfelelési kényszer a része, de az, hogy keressem a mintát, az utat. Tehát ez még egészséges rész, de ebből ki tudok lépni. Tehát ha körülnéz, látni fog olyanokat, hogy lát egészséges, jókedvű, elégedett embereket. És keresni az okát, hogy miért. És nem csontsoványak. Tehát nem egy ilyen. És akkor a boldogság okát keresik, ahogy volt ebbe a Csíkszentmihályi féle verzióban, ami nagyon érdekes volt, hogy nem azt keresztjük, hogy mitől vagyok boldogtalan, hanem mitől boldog valaki, és azt szeretném utánozni. Igen, ez egy fontos. És voltak éppen ezt keresik igazából, csak hogyha egy ennyire be van szorítva, mondjuk egy ilyen kettős kommunikációjú szülő, más tüzen a metakommunikációja, mint ami igazából a szívében ott van, egy félelemből, versengésből, szégyenérzetből, amiket felsoroltunk. Tehát érzékeny szellemünk, lelkünk is, kap érintést, hogy ez valami nem normális, ez zavar. És ebben a helyzetben nem maradjunk benne, hanem keressünk kontrollfelnőtt szemét. De olyat, aki minta, olyat, aki hiteles. Aki hiteles. Tehát a hitelesség. Nagyon köszönöm, Mónika, remélem, hogy jó visszajelzéseket kapunk a hallgatótól, hogy ez segített, ha meg nem, azt is írjátok meg nekünk, és akkor újra nekifutunk a témának. Nagyon köszönöm Kulifai Mónikának, hogy itt volt velünk. Ez volt a Happy Day, a Hit Rádió napi hitéleti válogatása.